Köszöntöm Önöket az Álláspontban! Ezen a héten is hasznos, közérdekű információkkal látjuk elnézőinket. Műsorunk első részében egy összeállítást láthatnak arról az új C-típusú életmentő esetkocsiról, melyet az elmúlt napokban bocsájtottak a Rákoskeresztúri mentőállomás állományának rendelkezésére. Ezt követően pedig a 17. kerületben előforduló biciklis, illetve motoros balesetek hátterét vizsgáljuk meg a helyi rendőrség segítségével. A Rákosmenti mentőállomás illetékességi körzetébe a kerületen kívül az agglomerációs települések is beletartoznak, így többek között Csömörön, Pécelen, Ecseren, Kistarcsán, Nagytarcsán és a 16. kerületben is lát el szolgálatot az állomány, illetve szükség esetén bárhová riaszthatják őket. Az új irányítási rendszer miatt bárhová küldhetnek, tehát a legközelebbi kocsit küldik. Jelenleg hány esetkocsival dolgozik ez a mentőállomás? Jelenleg egy esetkocsi van, és három mentőgépkocsi teljesít szolgálatot. Ezek között mi a különbség, tehát az esetkocsi és a mentőautó vagy mentőkocsi között? Az esetkocsin orvos mentőt is szolgál, mellette egy ápoló és egy gépkocsi vezető, ők a magasabb szintű ellátásért vannak, és a mentőgépkocsin meg szakápoló dolgozik, és a kisebb, nem annyira ellátást igényű eseteket látja el. A Magyarország kormánya által az elmúlt 10 év során kiírt mentőautó vásárlások közbeszerzési folyamatának keretében már csaknem 1000 életmentésben használt gépjármű került átadásra országszerte. Ennek részeként ezúttal Rákosmente mentőállomásra kapott új esetkocsit, melyet sajtótájékoztató keretében adott át dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, dr. Engelbert Imre regionális igazgató, Horváth Tamás polgármester, valamint Dunai Mónika Rákosmente országgyűlési képviselője, aki köszöntő beszédében kiemelte, az elkövetkezendő időszakban ismét sor kerül majd egy újabb mentőautó beszerzésére a kerületi állomány részére, illetve az önkormányzat segítségével az állomás épületének belső kifestésére is sor kerül majd. Nagy nap ez a mai, a mi számunkra, rákosmentiek számára, hiszen az egészség az, ami a legfontosabb. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy az egészségügyi fejlesztések azok napról napra, hónapról hónapra bővebb lehetőségeket kínáljanak, mert a rákosmentiek egészsége számunkra a legfontosabb. Azért nagy ez a mai nap még ezen kívül, mert az elmúlt időszakban többször folytattunk tárgyalásokat főigazgató úrral, és bizony jeleztük, és látta főigazgató úr is, hogy a rákosmenti, rákoskeresztúri mentőállomást eszközállományában bizony fejleszteni kell. Szeretném megköszönni mind főigazgató úrnak, mind regionális igazgató úrnak, mind a rákosmenti mentőállomás minden egyes dolgozójának azt az erőfeszítést és azt a sok munkát, amelyet a mindennapjaikban, éjszakánkon, hétvégén keresztül végeznek, és nem csak a mindennapokban, hanem különösen az elmúlt egy évben a pandémia időszaka alatt nagyon nehéz munkát végeztek, és nagyon sok munkaóra van mindenkinek a háta mögött. Én azt kívánom, hogy most már a harmadik hullám lecsengésével egy kicsit szabadabb és felhőtlenebb nyaruk és jövő évük legyen. Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, a sajtótájékoztatón felhívta rá a figyelmet. A 17. kerületi állomány helytállása is hozzájárult ahhoz az áldozatos munkához, melyet a közép-magyarországi, különösen a fővárosi régióban az életmentésben véghez vittek a mentőápolók és mentőorvosok a vírus elleni küzdelem során. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, mert ez azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban le tudtuk küzdeni a járványt, és ehhez az itteni bajtársaim is aktívan hozzájárultak. Elképesztő munkát végeztek a bajtársaim itt Budapesten, nem csak itt ezen a mentőállomáson, hanem a teljes közép-magyarországi régióban is, hiszen ez volt a legterheltebb és a leginkább elhavazott régió az összes közül. Itt láttuk el a legtöbb esetet, és az egész országban azt gondolom, hogy ide irányult a legnagyobb fókusz, és az itteni bajtársaim is elképesztő munkát végeztek. Így ez az autó azt gondolom, hogy elképezi ezt a munkát és az utat, amit bejártunk az elmúlt időszakban.
Ez autó semmit nem érne önmagában, hogyha a bajtársaim nem ilyen elhivatottan és ilyen magas szakmai színvonalon látnák el a munkájukat. Hiába vásárolnánk ezeket a mentéstechnikai eszközöket, hogyha ők nem lennének rajta és nem tudnának így munkát ellátni. Nagyon büszke vagyok rájuk, és nagyon köszönöm azt a munkát, amit az elmúlt időszakban is végeztek, nem csak a Covid alatt, hiszen a Covid-tól függetlenül is elláttunk a tavaly évben 1,2 millió beteget a mentés során, és emellett az 1,2 millió beteg mellett végeztük rá azt az 1,2 millió mintavételt, és szállítottunk 200 000 beteget fertőzés gyanúval vagy koronavírus fertőzéssel kórházba, és határ mellett több mint 500 000 embert ellenőriztünk, hogy mindenki biztonságban legyen, és ma itt tudjunk lenni, és meg tudjuk ünnepelni ezt az új mentéstechnikai eszközt. Ez egy nagyjából 50 millió forint értékű esett rohamkocsi felszereltségű eszköz, ami azt gondolom, hogy nem csak rákosmentieknek, hanem a teljes Budapest és a környékbeli lakosságnak is az életét fogja szolgálni, és segíteni fogja a munkáját. Nagyon bízom benne, hogy minél kevesebbszer kell használni ezt az eszközt, de hogyha szükség van rá, akkor itt lesz, és bízom benne, hogy a jövőben további autókat is átadhatunk, és fejleszthetjük a rákosmenti mentőszolgálat részét is. A beszédeket követően az OMS igazgatói és a 17. kerületi városvezetés, Horváth Tamás polgármester és dr. Füzesi Péter alpolgármester részvételével megtekintette az új Mercedes-Benz Sprinter típusú esetkocsit, melynek kapcsán Kollár Attila, a helyi mentőállomás vezetője elmondta, három bajtársa teljesít majd szolgálatot a járművön. Milyen eseteknél lehet majd hasznos segítség ez az autó? Hát ez a súlyos betegellátásra alkalmas kocsi, újraélesztés, gázolás, égés, súlyos betegek ellátása, szívbetegség, tehát minden olyan eset ellátására alkalmas, ami a kórházig valamilyen beavatkozást igénylő feladatokat kell elvégezni. Úgy tudom, hogy létezik B és C típusú mentőautó, ez melyik csoportba tartozik, illetve ezek között mi a különbség? Ez a C típusú, tehát ez a három személyes esetkocsi, a B típusunk van a két személyes kocsik. És milyen felszereléssel kell majd ellátni ezt a mentőautót? Jelenleg ugye most nincs felszerelése, de majd ez pótlásra kerül. Hát a defibrillátor, EKG, lélegeztetőgép, infúziós pumpa, újraélesztő eszköz. A 17. kerületi mentőállomás ápolói és orvosai az eddigiekben egy esetkocsival és három mentőgépkocsival látták el feladataikat, ez a járműpark bővült most egy C-típusú mentőautóval. Belinszky Klára rendőrszázadossal, a 17. kerületi rendőrkapitányság közlekedési előadójával beszélgetek. Köszönöm, hogy elfogadta a felkérést, Klára. Jó napot kívánok! Melyek a leggyakrabban előforduló közlekedési problémák a motorosokkal kapcsolatban, hogyha itt a 17. kerületi közlekedést vizsgáljuk? Mivel Kertvárosban lakunk, nagyon sokan rendelkeznek motorkerékpárral a körülöttünk lakók közül, illetve nagyon sok az átmenő forgalom is, ami a kerületünket érinti. Általános problémaként említeném a motorosok szempontjából az elsőbségi szabályoknak a megszegését, illetve az előzési szabályok megszegését. Ugye a motorosok egy nagyon érdekes résztvevői a közlekedésnek, mivel nagy teljesítményű járművön ülnek általában, két keréken közlekednek, tehát nem kell az egész sávot elfoglalniuk, külön szabályok is vonatkoznak rájuk, amiket sajnos nem minden esetben ismernek, illetve az autósok sem minden esetben ismerik azokat a szabályokat, amik a motorosokkal szemben rájuk vonatkoznának. Itt sajnos a kerületben előforduló balesetek nagy többsége az abból adódik, hogy vagy egy autós, vagy egy motoros nem adja meg az elsőbséget a másik számára, és a két jármű méret különbségéből adódóan általában a motoros lesz az, aki súlyosabb sérülést szenved, akár okozóként, akár részesként vett részt a balesetben. Illetve még egy nagyon jellemző baleseti forma van itt a kerületben, az pedig az aszfalt utaknak a minőségével kapcsolatos. Több olyan baleset is volt az elmúlt évek során, amikor nem volt más résztvevője a balesetnek, csak egy motorkerékpár, és nagyon sok esetben az történt, hogy a motorkerékpár vezetője nem jól mérte fel az útburkolat állapotát, vagy azért, mert azon olajfolt volt, vagy vizes volt, vagy esetleg kiszóródott murva volt rajta, úgyhogy megkérném a motorosokat, hogy erre fokozottan figyeljenek, hiszen ők nagyon sérülékeny résztvevői a közlekedőknek. Így van, ők fokozott veszélynek vannak kitéve, ugyanúgy, ahogy a kerékpárosok is, és ugyebár jelentős hosszúságú kerékpárúttal rendelkezünk itt a 17. kerületben. A kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban milyen balesetek történnek itt? Így van, örvendetesen sok kerékpárúttal rendelkezünk, illetve most már nem csak kerékpárúttal, hanem kerékpársávval is. A kerékpárosok szintén
érdekes résztvevők, ugye ők is két keréken közlekednek többnyire, bár nem feltétlenül, de többnyire, és a kerékpár egy olyan szempontból is kivételes jármű, hogy emberi erő hajtja, járműnek minősül, viszont nem, nincsen semmiféle vezetői engedélyhez kötve a vezetése, nincsen életkorhoz kötve sem, tehát az egyetlen olyan jármű a közlekedők közül, amire tényleg elmondhatjuk, hogy 0-tól 99 éves korig találkozhatunk mindenféle kerékpárossal, és sajnos ez a balesetekben is megjelenik, hogy bizony időskorú, illetve a gyermekek és a fiatalkorúak fokozottan ki vannak téve a baleset veszélynek. Szintén a kerületben történt több olyan baleset, aminek gyermekkorú volt a szenvedő alanya, volt olyan is, ahol egyébként okozóként. Ugye sajnos nem minden kerékpáros ismeri a kreszt, pedig rá is vonatkozna. Nagyon megkérnék mindenkit, hogy a gyermekeket arra készítsék fel, hogyha közúton közlekednek, vagy akár csak a kocsi beálló előtt a saját utcarészükön, akkor is a rájuk vonatkozó szabályokkal legyenek tisztában, és azt tartsák be. A 2020-as évben, illetve a 2021-es év eddig eltelt részében hány ilyen jellegű baleset történt, ami a biciklis, illetve a motoros közlekedést érinti? Igen, számszerűen nem tűnik soknak, de egyetlen baleset is sok, főleg annak számára, aki elszenvedi, illetve a családja számára. A 2020-as évben 20 alatti volt a balesetek száma, 10 és 20 közé esett egyébként. A 2021-es év eddigi szakaszában, de ugye még csak a nyár elején vagyunk, ezt hangsúlyoznám, 10 alatti volt az ilyen baleseteknek a száma, és ami nagyon örvendetes tény, hogy szerencsére az elmúlt két évben nem történt halálos kimenetelő közlekedési baleset, ami motorkerékpárost vagy kerékpárost érintett volna. Nagyon-nagyon fontos megemlíteni a felszerelést, ugye bár egy motoros esetében nagyon sokféle, nagyon sokrétű az a felszerelés, amit kötelező jellegen magára kell öltenie egy motorosnak. A kerékpárnál azonban nem egyértelmű mindenhol, hogy például a sisak minden esetben mindenki számára kötelező-e. Igen, mindkét kérdést szabályozza tulajdonképpen a kressz. A motorkerékpárosok és a segédmotorkerékpárosok esetében köpcentitől függetlenül kötelező a motorkerékpáron, illetve segédmotorkerékpáron utazó valamennyi személy számára a bukósisak használata, és ez nem azt jelenti, hogy van a fején valamiféle fejfedő, hanem konkrétan meghatározza azt a kressz, hogy motoros bukósisaknak kell lennie becsatolt állapotban. Tehát segédmotor kerékpáron kerékpáros sisak vagy gördeszkás sisak nem megfelelő, hanem motoros sisakkal és becsatolt motoros sisakkal kell közlekedni. Tulajdonképpen a motorosokra ez az egyetlen kötelező biztonsági előírás. Ettől függetlenül természetesen ajánlott a kesztyű használata, a gerincvédő, a motoros ruha használata, valamennyi védőfelszerelés nagyban tudja csökkenteni a sérülés esélyét egy esetleges balesetnél. A kerékpárosok számára a környező országokban szinte mindenütt kötelező a bukósisak használata. Kerékpáros bukósisakról van szó. Nagyon sok országban ez életkorhoz kötött, többségében gyerekekre vonatkozik. Legtöbb országban 12, 15, illetve 16 évben határozzák meg azt a korhatárt, ahol ameddig kötelező a kerékpáros bukósisak használata. Magyarországon nem kötelező a kerékpáros bukósisak. Egyetlen olyan kitétel van a kreszben, lakott területen kívül a 40 km meghaladó sebességgel haladó kerékpáros, maximum 50 km per óráig mehet egyébként, köteles bukósisakot használni. Viszont kötelező a láthatósági mellény használata, lakott területen kívül korlátozott látási viszonyok között. És hát ugye mivel amikor elindulunk, még nem tudjuk, hogy milyenek lesznek a látási viszonyok, mivel mire hazatérünk, ezért a láthatósági mellény mindenkinél ott kellene, hogy legyen. Ettől függetlenül természetesen melegen ajánlott a kerékpáros bukósisaknak a használata, különösen a gyerekek esetében, és ez arra is vonatkozik azokra a gyerekekre is, akik esetleg a biciklének a gyermekülésén utaznak, akik szintén fokozott veszélynek vannak kitéve. Az ő esetükben a rögzítő heveder használata is ajánlott. Említette a segédmotorkerékpárokat, és hogyha jól tudom, most jelenleg az elektromos rollerek is ebbe a kategóriába tartoznak, és fontos, hogy erről is beszéljünk. Így van, folyamatban van ennek az újfajta eszköznek a szabályozása. Robbanásszerűen jelentek meg az elektromos rollerek az utakon.
a járdákon, a kerékpárutakon és nagyjából mindenhol, ahol elférnek, és sajnos a szabályozás kissé lemaradva követi, azonban állásfoglalás már van ezekre a járművekre, teljesítménytől függően segédmotor kerékpárnak minősülnek. Tehát azok az elektromos rollerek, amik önerőből 300 kW-ot meghaladó motorral vannak felszerelve és tudnak közlekedni, azok segédmotor kerékpárnak minősülnek. Innentől kezdve ezeknek a használata vezetői engedélyhez kötött, bukósisak használata ezeken kötelező, és nem közlekedhetnek kerékpárúton, és gyakorlatilag ugyanúgy kell velük közlekedni, mint egy bármilyen segédmotor kerékpárral. Budapesten általános jelenség, hogy az autósokat bosszantják a biciklivel közlekedők és fordítva, de ugye már ahogy ön is említette, előfordul, hogy az autósok szegik meg a szabályokat. Ezzel kapcsolatban mire hívná fel a figyelmet, illetve mire kérni itt a kerületi autósokat? Hát a kerületi autósok szempontjából az egyik legveszélyesebb útnak a baleseti statisztikák alapján a Pesti út minősül, amivel gondolom, hogy nem leptem meg nagyon senkit. Ugye a Pesti út mellett csaknem végig kerékpárút is található, ami több beágazó utca keresztez, és nagyon sok olyan baleset történt, ahol ugye a kerékpárosnak ezeken az utakon elsőbbsége van, az autós bekanyarodik a védett útról egy alsóbbrendű útra, nem veszi észre az egyébként szabályosan közlekedő kerékpárost, és ebből sajnos nagyon gyakran baleset történik. Úgyhogy az autós lakosoknak a figyelmét arra hívnám fel elsősorban, hogyha bekanyarodnak egy olyan útra, ami mellett kerékpárút van, még akkor is, hogyha nekik zöldet mutat a közlekedési jelzőlámpa, akkor győződjenek meg róla, hogy szemből vagy mögülük nem érkezik-e egy kerékpáros, aki akár nagy sebességgel is érkezhet, hiszen akár 30 km/h-val is közlekedhet, hogy nehogy balesetet okozzanak ezáltal. Akkor az autósokat és a motorosokat már ellát a hasznos tanácsokkal. A motorosoknak ugye azt mondtuk, hogy az útburkolatnak a minőségére, az esetlegesen kiszóródott dolgokra figyeljenek oda. A bicikliseket mire kérné meg? Nyilván azon kívül, hogy láthatósági mellény legyen náluk. Ha nem jártasak a keresztben, akkor tájékozódjanak erről, és a gyerekeket is készítsék fel erre, de még mi az, amit kérne tőlük? Hát amit kérnék tőlük az, hogy a kerékpárjukat, ugye most indul nagyjából a kerékpáros szezon, a kerékpárjukat mindenképpen készítsék fel a kerékpározásra, lássák el a kötelező tartozékkal, elől-hátul, elől ugye fehér színű, hátul piros színű lámpával, elől-fehér, hátul piros színű prizmával, elől az első keréken két darab borostyán-sárga küllőprizmával, illetve csengővel, mert ez is a kerékpárnak a kötelező tartozéka, valamint a kötelező tartozékok közül talán legfontosabb a fék, első és hátsó fék, ezeket ellenőrizzék. Illetve, amire még megkérném őket, hogy amennyiben kerékpárt cserélnek, vagy egy gyermek másik méretű kerékpárt kap, akkor ezt nézzék át, próbálják ki, ne a forgalomba menjenek vele először, mert sajnos ebből is adódott baleset, hogy nem ismerték a kerékpárnak a tulajdonságait, és ezért tulajdonképpen egy fékezésből történt egy viszonylag súlyos kimenetelű baleset. Úgyhogy ezt mindenképpen megkérném a kerékpárosoknál, illetve arra, hogy ugyan sok esetben nekik van elsőbségük, de tudjuk, hogy elsőbségünk akkor van sajnos, hogyha megadjuk ez a gyakorlati tapasztalatét, vagy hogyha megkapjuk, úgyhogy ők is figyeljenek oda arra, hogy meg fogják-e adni nekik az elsőbséget, hiszen a baleset elkerülése nem csak annak szempontjából kötelező, aki az okozó, hanem minden résztvevőnek arra kell törekednie, hogy ne történjen baleset. Tehát, hogyha védett úton is közlekedek, győződjek meg arról, hogy ténylegesen az a védelem, azt tudom-e élvezni azon a védett úton, vagy pedig esetleg valaki ugyan szabályszegő módon, de az én testi épségemre veszélyes módon közlekedik. Kertváros lévén sokan indulnak úgy útnak a családok, hogy közösen, együtt, és ha jól tudom, az is okozhat problémát, hogy nem egymás előtt és egymás mögött, hanem egymás mellett mennek a biciklikkel a családok. Így van, a szabályozás szerint akár az úton, akár kerékpárúton, akár útpatkán a kerékpárosok egymást követően haladhatnak, tehát azt, hogy egymás mellett közlekedjenek, az tilos. Ezt egyébként a Kressz is szabályozza, ugyanígy tilos elengedett kormánnyal kerékpározni, és még számtalan ilyen tiltó dolog van. A családoknak azt tudom javasolni, hogy elő mindenképpen egy felnőtt menjen, vagy egy olyan nagyobb gyermek, aki már tisztában van a Kressz szabályokkal, és a záró is mindenképpen egy olyan legyen, aki ismeri a szabályokat.
fokozottan figyeljenek arra, hogy az egész család át tud-e érni mondjuk egy úton, van-e annyi helyük, hogy mindenki átmenjen, és hasonló dolgokra, illetve arra, hogy a gyermekeknek a kerékpárja közlekedésre alkalmas legyen. Klára, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és ellátta a szakértői tanácsaival a nézőinket. Balesetmentes nyarat kívánok a rendőrségnek. Köszönjük szépen, mi is ezt kívánunk mindenkinek. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Tartsanak velünk jövő hét pénteken is, amikor újabb hasznos és közérdekű információkkal jelentkezünk majd itt az Álláspontban. Viszontlátásra!